az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtársak Lang Györgyi és Falusi Marian. Folytatjuk a mai műsort, amikor nem vagyunk itt, mert hogy éppen... Pedig olyan, mintha itt lennénk, itt lennénk, igen, de nem vagyunk itt, felvételről megyünk, úgyhogy ne küldjetek SMS-eket. Bár ha szeretnétek, akkor rajongói SMS-eket szívesen várunk. Nem feltétlenül mi. Kötőfűzve kiadjuk. Igen, de a vendégünk a továbbiakban Varga Saci, klinikai... Logopédus. És ő Ajancs most a te egyik fő tanítványod, nem? Hát ez először is szervusztok, mindenkit köszöntök szeretettel. Hát az egyik páciensem. Akkor Jancsi. Bemondjuk a Kulka Jancsi. A Kulka János. Szervusz! Tessék! Aki... Nem az lesz a főszereplő, hogy hogy van, meg mint van, mert azt unjuk egy kicsit. No. Nem unjuk. De, hanem az, hogy ezekkel a dolgokkal, ugye a Jánosnak sztrókja volt 2,5 évvel ezelőtt. Így van. Nem utogassatok, hogy állna a mikrofonba, beszéljek, visszahangom innen is. Te, akkor ez neked egy most nagyon perverzt és hülyeséget fogok kérdezni. No. Ha meghalasz egy ilyet, akkor fölcsülne benned, hogy hű, de jó kis paciensem lesz. Egy feladat? Igen. Egy feladat. A János olyan értelemben valóban kiváltságos, mert őt mindenki ismeri. Mindenki ismeri és szereti, ez az egyik. A másik pedig szakmájánál fogva különösen érintett ezen a területen. Ugye ő stroke után kapott egy afáziát, ami miatt a beszéde lett érintett. Ezt te az orvostól tudod, vagy megnézed a leletet, hogy beszél? Gyakorlatilag... Afázia. Afázia, ez nem egy a előtte. De egyébként te érintett vagy ebben, hiszen családilag is. Úgy van, tehát én abszolút érintett vagyok. Az agyvérzés területén nekem a nagyapám agyvérzésben halt meg, az édesapám agyvérzésben halt meg. Hát sajnos a közelmúltban a bátyámnak is volt egy agyvérzése. De visszatérve a János esetére, és hogy én ezt honnan tudom, tehát gyakorlatilag az agyvérzés következtében sérülhet a beszédközpont is. És azért örülök nagyon, hogy ez a téma szóba kerül, mert... Az olyan természetes, hogyha valaki elveszíti a látását, és ebből problémája van, vagy a hallásával probléma van. Azt tudjuk, hogy elveszíthetjük a hallásunkat, a látásunkat, a mozgásunkban érintettek lehetünk, de az, hogy a beszédet is ugyanúgy elveszíthetjük, ez nincs a köztudatban. De van, hogy örökre elveszítjük? Ez nem egészen így történik. Ezt nem lehet így mondani. Van olyan állapot, amikor stroke után az úgynevezett teljes beszédképtelenség áll fenn, mint például János esetében is ez volt. Ez azért van, mert maga a beszéd légzés, mint funkció blokkolt. És azt úgy képzeljétek el, hogy az olyan szinten... Lassabban mondd, mert nem értem. Beszéd légzés? Hogy? A beszéd légzés. Ugye amikor beszélünk, akkor kiengedjük a levegőt. Igen. Tehát egy fonémának a képzése, hogy az úgy történik, előtte beszívod a levegőt, és folyamatosan engeded ki. Tehát amikor úszol, nem tudsz beszélni, hiszen akkor bent tartod a levegőt. Na most ebben az esetben, amikor az úgynevezett anartriás állapot, tehát a teljes beszédképtelen állapot következik be, illetve áll fenn, akkor indirekt módon próbálom meg beindítani a beszéd légzést. De... Bocsánat, megint bele kell kérdeznem. Azt mindenképpen be lehet indítani? Saci nagyon kedves volt, minden nap jött intenzív. Ja, a kórházba. Hát egy héten azt hiszem háromszor. Ült az ágyba, és akkor halleluja. De ezt tényleg felkeljett. Ösztönösen. Bravo, Saci, gyere, gyere. És akkor mondta Saci,
És egy csomó dologban elakadt a szava, viszont, mert én azt hallottam, hogy az éneklés az például egy más funkció, és ösztönből az ahhoz kapcsolva ösztönül, visszajön a beszéd. Igen. Nagy utazás. Most egyik kötöket se lehet hallani. Nem baj. Igen, tehát gyakorlatilag ilyenkor először indirekt módon, és ahogy mondja János, hogy zenével sikerült beindítani nála, de ez egy indirekt beszédképzés, vagy beszédindítás. Amikor ezt az úgynevezett blokkot, ezt a teljes beszéd képtelen állapotot oldom. Tehát például a nagy utazással, igen, tehát bevittem a kis telefonomat, és arról szólt a zene. Hát egyébként valóban, tehát a János, hogy visszaemlékszem, amikor kezdtük, azért az a számomra is egy katartikus élmény volt, amikor ott volt az intenzíven, és akkor ott fekszik az ágyon az a beteg, aki ezt a számot énekli. Ez azért most is libabőrös lett. Itt neked azon kívül, hogy libabőrös vagy, és logopédus, itt neked pszichológiai feladataid is vannak? Én inkább azt mondom, hogy empatikusnak kell lenni. Hát akkor vannak magyarul. Igen, igen. Mm-hmm. Tehát nem mindegy, hogy beszélek. Tehát itt nekem nem elvárásaim vannak egy betegnél, hanem hogy a blokkokat oldjam. És ha a beteg azt mondja, hogy most neki ez nehéz, akkor ezt félretesszük, mert majd csinálunk másikat. És különböző feladatok vannak. Van, akinek megy, van, akinek nem megy. Van. Most egész egyszerűen ő fáradt, és nem tudja, és ez most nem csak Jánosról van szó, hanem egy másik betegnél is. Kérlek, Saci, mondd el a kórust. Zeneterápiát csinálok, és ez egyébként az úgy kezdődött, hogy... Hát másfél éve, ugye? Hát azután nem sokkal... Hát igen, igen, igen. Az osztályon, ahol dolgozom, van egy parkinsonos visszajáró beteg, és én nagyon szeretem, hát nyilván nem vagyok egyedül ezzel, ahogy énekli János a Halleluját. És bevittem az osztályra, és ez a parkinsonos, hát egy súlyos parkinsonos betegről van szó, és elkezdtem neki játszani a számot. És mondtam Jánosnak, hogy mondom, gyere már be, hallgass már meg, hát olyan csodálatos. Jövök. Igen. Jövök. Igen, ezt mondta, és hát szerintem megkönnyeztük. Te is. Akkor még csak ketten voltak, és aztán utána innen datálódik, hogy elkezdtem a zeneterápiát csinálni. És ott persze nem csak a fáziát... Másfél éve, ugye? Igen, igen. Igen, és akkor a kórháznak, vagy az osztálynak egy színfoltja is, amikor János jön, mert mindenki nagyon szeret, és mindenki... 3:30. Csütörtök. Na most akkor elmondom. Autista vagyok. Akkor... 3:30. Jancsi, ez most bemondtad, akkor jövő csütörtökön ott foglak állni. Mi még szót csináltuk egyszer? Főztem magának almás pirulit, igen. Igen. De jó volt. Igen. És mekkora a kórus most? Hát ez attól függ, hogy János intenzíven jön-e, avagy sem. Tehát, hogyha jön gyakran, akkor azért tehát tagadhatatlan, szeretik egyébként, de mindig sokan jönnek kifejezetten azért, hogy ő változó beteg, úgy... Anyagban, igen. De volt olyan... Igen. Igen, van, amikor többen, van, amikor kevesebben, de elmondhatom, nem haragszol, hogy azért volt olyan beteg, amikor vége volt az éneklésünknek, akkor oda ment, hogy jaj, hogy a művész úr, hogy neki mennyire nagy öröm, hogy őt láthatta, és hogy ő együtt énekelhet vele. Úgyhogy nagy öröm a betegeknek. Ezek fontos dolgok nagyon mindenféleképpen, fontos. Mert hát egymást is húzzák, gondolom, hogyne. A betegek. Hogyne. De amikor a János a kettesben vagy, most például, tehát én arra lennék kíváncsi, hogy mik azok a gyakorlatok, vagy hogy mi az, amivel itt tudtok tovább lépni? Hát a én terápiámnak az a lényege, hogy a blokkokat, ezeket az úgynevezett verbális blokkokat oldjuk. Szorongástól van. Ezt akartam kérdezni, igen, hogy ez görcstől van? Kicsit hát görcsöcske van. Hát ugye ez a motoros afáziának az egyik tünete, ugye... Broka. Féle, így van, afázia. Nagyon jó. Igen. Így van. Mondjad. Tehát ez arról szól, hogy... az úgynevezett fluenciának hívjuk ezt, tehát a folyamatos beszéd verbális blokkok miatt megakad. Igen. És ez a
egyik ok, a másik pedig az, az úgynevezett, az pedig amnesztikus afáziának hívjuk, hogy minden tud a beteg, hogy ez az, stb., de az a szó az Istennek nem jut az eszébe. Igen. Mi a különbség a motoros afázia és az afázia között? Hát az egy típus. Tehát van az afázia, az egy gyűjtőfogalom, és különböző típusai vannak. Tehát van például, amikor csak a motoros funkciók érintettek, ez azt jelenti, hogy a beteg... A lámpát tudom, hogy az lámpa, de mégse... Az a beszéd folyamatra vonatkozik. Itt nem tud folyamatosan beszélni, erre is nagyon jó például a zeneterápia, az éneklés, mert ezeket a blokkokat magánál az énekléssel, mint funkcióval tudom folyamatossá tenni. És akkor szoktam mondani, hogy utána, tehát mindig ott van a szöveg előtte, és énekelve olvasunk, aztán olvasva énekelünk, és aztán az ének átmegy egy kicsit úgymond a folyamatos beszédbe. És aztán van az úgynevezett szenzoros afázia, ami pedig azt jelenti, hogy nem érti a beteg a mondani valónak a tartalmát. Illetve egész pontosan van, amit ért, és van, amit nem ért. Aztán utána összerakja, de hát ez egy borzasztó kellemetlen dolog, mert nem arról van szó, hogy mentális problémái vannak, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogyha kimész Kínába, és nem tudsz kínaiul, akkor nem tudod, hogy mit mondanak a számodra. És ez olyan, mintha nem tudná? De nem. Tehát mert mentálisan épp a beteg. Aha. Ez olyan, mint hogyha, mit tudom én, nem tudsz jól énekelni, de attól mondjuk még nem vagy fogyaték. Ne rám nézzi. Ezek a dolgok, ezek mennyire feltérképezettek, vagy mennyire a te részedről, vagy mennyire tapasztalati alapon jönnek, hogy kivel, hogy mit lehet csinálni? Hát nálam már tapasztalati. Nálam már tapasztalati, mert több mint 20 éve dolgozom ezzel, és én tényleg elkötelezett vagyok ez ügyben, mert tudom, minden egyes betegnél tudom azt a kiszolgáltatottságot. Amit viszont más nem. És ennek azért örülök, hogy beszélünk róla, mert egy afáziás ember borzasztóan kiszolgáltatott. Na de miért? Azt most magyarázd el nekem. Mert minden itt van a fejében, és nem tudja elmondani. Nem tudja elmondani, és kompenzálni sem tudja, hiszen nem tudja leírni. Mert ez esetben, hogyha van valakinek egy motoros, ne adj Isten, még egy szenzoros afáziája is, akkor nem tudja leírni, mert általában maga az olvasás és az írás is érintett. De ez nem azt jelenti, hogy például felismeri a szót, tehát ott ki van téve három szó, mit tudom én, akkor mutasd meg, hogy hova van írva az, hogy maci. Fel is megmutatja, de kimondani nem tudja. És amit, például amikor a Jancsi beteg lett, amikor kapta ezt a sztrókot, és először jött el hozzám ebédre, nem én főztem, akkor azon izgultam, nagyon izgultam, hogyha előbb kimondom, amit tudom, hogy ki akarna mondani, hogy az neki nem rossz-e. Nem idegesítő. Hát erre te válaszolj. Nem? Mert vannak olyan emberek, tudod, akik mondják előre, amit mondanál. Lassan beszéljetek. Nem, vicceltem. Szóval... Jó, hát én ettől rettek. Hallgatnak az igazság az. Hallgatnak. Nem tudják kezelni. Egészségügyben hallgatnak. Senki semmit nem tud kezelni, így van. Zavarban vannak. Nem beszélünk semmiről, csináljunk úgy, mintha az nem is úgy lenne. Kapja Magyarországon, ugye? Hát, stroke vagy afáziás? Nem tudom, megmondom őszintén, én nem tudom, hogy hány afáziás van, de szerintem nincs statisztika erről, hát hogy ez hány. Az. Hány. Ugye, hallgatnak. Nem ismerik. Annyira fura. Nem ismerik ezt a területet, és nekem az a meggyőződésem, hogy azért, mert az érintettek nem tudják elmondani. Van egy csodálatos film, az biztos, hogy láttatok már az Ébredések, az Awakenings, pontosan nem erről szól, hanem egy ilyen pszichés problémáról, amikor mindenki így le van merevedve, és aztán utána egyszer csak feloldják valamivel ezt a görcsöt, és elkezd mindenki beszélni és élni a saját életét, és utána ebbe vissza süppet, sajnos, hát ez egy film, de akkor is ez egy ilyen érzés lehet, tehát amikor ott van benned, úgy és van. Nem tud kijönni, és nem tudod megmondani, pontosan. Ez egy roppant feszítő és nehéz borzasztó. Dolog lehet. Megviseli ez egyébként pszichésen a betegeket? Hogyne, tehát van, nagyon, akinek ez... nagyon. És jellemzően
depressziósok, jellemzően depressziósok. Én ez... Alkoholista vagyok. Tudod, nagyon megviseli őket, mindenkit nagyon megvisel. Sokaknál van szuicid gondolat is, és én ezt, hogy is mondjam, tehát megértem. Én ezt megértem. Olyan helyzetbe kerülnek a betegek, ami az, hát át egy másik dimenzió. Ez egy másik dimenzió. Mindent tudok, ugyanott vagyok, ahol voltam, de nem értem, vagy csak részben éltem meg azt, amit mondanak. Nem tudom elmondani, hogy mi a bajom, vagy mondok valamit, de nem azt mondom, amit szeretnék. Aztán tudom, hogy nem azt mondom. Hát... Tehát ez borzasztó. De ez ennyire konkrétan is előfordul, konkrétan hogy mondjuk látom, hogy kérem azt a papírt, de azt mondom, hogy kérem hánykor megyünk. Hát ez nem egész. Vagy ez nem ennyire. Ha azt mondom, hát ez az, amit te most mondtál, ez az úgynevezett amnesztikus afáziának az egyik tipikus tünete, ezt úgy hívjuk, hogy parafáziák, amikor nem azt mondom, hogy leülök a székre, hanem leülök az asztalra. Tehát a szék helyett asztalt mondok, vagy például most konkrét például, azt mondja az egyik betegem, jön hozzám, azt mondja, hogy ahogy jöttem, akkor képzeld már el, azt mondtam a férjemnek, hozta a férjem, hogy hát nézzem, ott ülnek a ludak a dróton. Hát nem a ludak ülnek a dróton, hanem a fecskék, vagy ez igen. És ez téged például mennyire visel meg, mert te egy, tehát a beteg az mindig közelebb kerül hozzád, és közel kerül hozzád természetesen, és hogyha itt több beteggel foglalkozol, mennyire visel meg az az érzés, hogy valameddig tudsz eljutni, és hogy a következő lépést miért nem tudja már megtenni? Nem, én ezt nem így nézem, tehát én azt nézem, hogy honnan indultunk. Az csodálatos. Én mindig azt nézem, hogy honnan indultunk, és most hol tartunk. Tehát ez a lényeg. Tehát ez mindig egy út, ami mentek pontosan előre, így van. És minden egyes felidézés arra, hogy honnan indultatok, egy sikerélmény. Hány százalék, Saci? Igen. Mondjad el. Így van, tehát meg szoktam kérdezni a betegektől, hogy szerintük hány százalékon volt akkor, amikor találkoztunk, és most hány százalékon van. És hogy van ez a Jancsival? Hát ezt Jancsi mondja. Te mondod. Nem, én meg azt akarom. 10%? Most neked? Aha. Dehogy is, dehogy 10%. Tényleg akkor mennyi? Mi volt, amikor találkoztunk? Hát nulla. Nulla. Nulla? Hát konkrétan... Tehát ő nem tud, tehát ez a bizonyos anartriás állapotban volt, tehát neki nála oldani kellett ezt a bizonyos blokkot, mert nála konkrétan nem indult be a beszéd, illetve aztán beindult a beszéd. Hát János, most nem az a lényeg, hogy én hány százalékra teszem egyébként, az egy dolog. A baj megint ott van, hogy a beteg a deficitet érzi. Azt a beszéd hiányt, amivel ő küzdködik. Ő nem azt érzi, hogy fú, nem tudtam már itt tartunk, hanem azt érzi, igen, hogy még nem ott tartunk. Igen. De viszont a környezet meg érzi azt, hogy ő folyamatosan javult. Tehát mi folyamatosan érezzük. És például abban is, hogy SMS-eket az elején, amikor írtunk neki SMS-t, Jancsikám, hogy vagy, küldött virágot, meg szívecskét, meg ilyen puszit. Most viszont már válaszol és ír, és ez fantasztikus. Igen. Ez teljesen így van, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ő is, és a többi beteg is jellemzően, vagy nagyon kevés kivétellel a deficitet érzi. A hiányt érzi, hogy én nem így beszéltem. Hát ugye, tehát akkor is, amikor folyamatosan beszél, akkor sem azzal a tempóval beszél, nem azzal a beszéd struktúrával, amivel korábban beszélt. Pozitív behatások, azok nagyon sokat segít. Tehát amire szoktam mondani, hogy az endorfin termelő, és meg ez a boldogságérzés, meg a szeretet érzése, azok sokat javítanak? Én azt gondolom, hogy igen, de ez megint... Hát figyelj, nyugodt vagyok. Jó, tudod? Jó, akkor nem kell idegesnek. És akkor agyam megoperáltak, nem tudom miért. Nyugodt vagyok. Hát az jó. Angolul, franciául. Elfelejtettél? Persze. De érdekes, mert ugye igen. Ilyen filmekben szokott lenni, hogy valaki egyszer csak jobban beszél angolul, mint régen. How do you do? How do you do?
De viszont a nulladik pillanatban már tudtad, hogy encroissant, s'il vous plaît. Tehát azért ilyen fontos szavak megmaradtak. Az encroissant, s'il vous plaît. Igen. De ez az van, hogy az agykutatás még nem tart olyan szinten, hogy tudja, hogy ezek hol vannak, mint vannak, vagy hát, hogy olyan működnek. Megoperáltak 2 órát, roncsolódott. Ja, maga az operálás is roncsol? Hát illetve ugye megoperálták, de van egy bizonyos része az agynak, ahol elhaltak sejtek. De arra azt mondják, hogy a szomszédok átveszik. Igen, a kicsi százalékát. Lassan. Igen, hiszen, tehát van... Idegpálya. Ugye, tehát a beszéd rehabilitációja, az afázia terápia, az erről szól. Visszatérve egyébként a nyelv, az idegen nyelvre, ugyanaz az én meglátásom, tapasztalataim szerint, ugyanaz a... azok a jelek, tünetek valósulnak meg, mint a magyarnál, vagy az anyanyelvnél. Ott is automatizmusok előjönnek, ott is énekelni szerintem biztos tudsz. A múltkor kitettem például neki 2 francia szöveget, annyira őt vártam, fú, mondom, ez nagyon jó lesz. Mert... Hát erre fel, nem. Nem. Jó, nem. Hát, de tessék, ugye? És tökéletes kiejtéssel. De nem jönnek azok a régi humoros hozzáállások, ami a Jancsiban mindig is volt. Hát ez az. Hogy Jézus Mária, kérlek. Humoros voltam, nagyon. Most is már megint az vagy, hogy jön vissza. Lassan. Schön langsam. Úgyhogy, tehát ilyen értelemben még csak azt, hogy az énekekkel, a korábban ismert versekkel, neki például a versek azok úgy nem igazán jöttek be, de van akinek a nemzeti dal, vagy az anyám tyúkja, vagy na azért azt megnézném, hogy a nemzeti dalt és az anyám tyúkját, szóval, ha valami új szöveg, tehát amit eddig, Jancsi iszonyatosan sok szöveget tanult már eddig, úgyhogy szerintem tele van vele a hócipője, hogyha valami új szöveg, valami érdekes, vagy például, hogyha angolul kezdenéd el ugyanezeket az oldásokat csinálni, akkor visszajönne esetleg az angol? Az angol szerintem biztos ugyanúgy visszajönne, én azt gondolom, de én inkább az az igazság, hogy a magyarra. Tehát inkább az anyanyelv területén, hiszen abból van azért a nagyobb szókincs. Most ez egy konkrét példa, megkeresett, hazajött egy korábban kivándorolt, 56-ban kivándorolt család, az anya és a fia, és hát a fia keresett meg, hogy az édesanyja 1,5 évvel ezelőtt kapott sztrókot, és hát, hogy nem beszél. Tehát a terápiának a jelentősége azért hatalmas, mert és akkor találkoztam a beteggel, és akkor neki például az éneklés, a befordultam a konyhára, vagy a mennyből az angyal, hát neki mondjuk a halleluja nem, mert azt nem tudta, de azok, vagy a Petőfi versek, tehát amit annak idején gyerekkorában megtanult, az bejött, mondja, a fia teljesen el volt ájulva, vagy atya úristen. De így, hogy 1,5 év után igen, kezdődött a terápia. Igen. 1,5 évig akkor kukán ült a pontosan, néni. Pontosan. Gyakorlatilag van, pontosan depresszált biztos, vagy görcsölt, hogy pontosan. Semmit nem tud. Hát gyakorlatilag abszolút depresszióban rendszeresen és gyakran sírt, és még ami megint csak a terápiának a jelentőségét jelzi, hogy a ceruzát a kezébe adtam, és nem tudta megfogni a ceruzát, nem tudta, hogy fogja a ceruzát. Egyébként teljesen önálló, a néni, így van, teljesen önellátó, de 2 pont összekötését nem tudta megoldani. És hát a János ő ír kézzel. Lassan. Nem kell sietni. Igen. Én már olyan rondan írok, és olyan lassan, hogy az minősíthetetlen. És beszéljünk róla. Borzasztó, hát a nyomkodástól teljesen elfelejtesz. Igen, igen. Egyébként igen. Azt szerintem a számítógép, nem tudom, hogy az segít? Számítógépezés, hogy itt bármi segíthet? Igen, ez embere válogatja. Hogyha neki jó, akkor csinálja. Ha nem jó, akkor nem kell erőltetni, akkor csinálunk mást. Itt az a fontos, hogy egy folyamatos kondicionálást kapjon az agy. És én azt is jónak tartom, hogy sokszor csak beszélgetünk, kérdezem, hogy mit volt, hogy volt, mi volt. És akkor azt mondjam,
tehát hol lesz, hol az, de az a fontos, hogy egy interakciót sikerüljön kialakítani, és hogy érezze azt a szituációt, hogyha nem sikerül, nem baj. Mindig az a fontos, idegesség, fáradtság, azok befolyásolnak mindent. Akkor most ne idegesítsétek fel magatokat, de meghallgatjuk a híreket, és utána folytatjuk a beszélgetést. Varga Sacival és Kulka Jánossal. Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtársak, Lang Györgyi és Falusi Marian. Felvételről folytatjuk a beszélgetést, vagyis felvételben ülünk most itt a stúdióban, de amikor ti hallgatok bennünket, akkor mi már éppen a lábukat áztatjuk valamilyen vízbe. Ugyanis itt olyan meleg van. Valami elképesztő, mindegy. De viszont... Nem mondjuk meg. Szóval az a lényeg, hogy beszélgetünk Varga Sacival és Kulka Jánossal. Varga Saci klinikai... Logopédus. Kulka János pedig a barátunk. A fáziában ez a logopédus. Szó neki, ez nem jön simán. Ódákat zengenek rólad a Facebookon, tehát vannak ilyen betegeid, akik oda vannak. Mi a legnagyobb eredmény, amikor nullára elmúlik minden? Hát, jó, most zavarba jöttem. Én Ibolya Varga, Ibolya vagyok tulajdonképpen. Tudom, de azért olyan szerény vagyok, mint az Ibolya. Hát, a legnagyobb eredmény általában ez katartikus élmény, amitről az előbb meséltem, ez a Angliában. A másfél év után. Igen. Amikor megszól, a sokáig nem beszél, vagy csak egy hétig nem beszél, vagy egy hónapig nem beszél. Vagy másfél évig, és utána a saját hangját de hallja. De lehet, hogy magában beszélt a másfél hát gondolatai alatt. Gondolatai vannak, tehát ez a borzasztó ebbe az afáziában, hogy a gondolatok ugyanúgy működnek. Csak nem tudja elmondani, és ez egy iszonyat feszítő. Mondd el, Saci. Na. Egyszerűen. Az a fáziát? Aha. Hát, ugye valaki mentálisan, és ez a lényeg, mentálisan teljesen olyan, mint amilyen volt. Ebben semmi változás nem történik. Egyszer csak egyik pillanatról a másikra szétdurran az agya. Kisebb vagy nagyobb mértékben. És úgy ébred föl, hogy semmi nem olyan, mint amilyen volt. A jobb oldala lebénul jellemzően, nem tud mozogni, nem tud felállni. Az afáziásoknak igen. Nem tud felülni, nem tud felállni, szólnak hozzá. Vagy érti, vagy nem érti, de gyakorlatilag nem tud válaszolni, és nem tudják, hogy mi baja van, de ő sem tudja. Ő sem tudja, hogy mi történik vele. Olyan helyzetben van, amiről még csak nem is hallott. Erre mondom, hogy egy másik dimenzió, és fájdalmak között, kínok között, kiszolgáltatott helyzetben kell... Ez az. Megnyugodtam. Most már. De tényleg. De akkor? Igen. Megnyugodtam. De miért? Hogy hívják ezt a szakszót? Megvilágosodtam. Aha. Nyugodt vagyok. Tényleg. Nagyon furcsa dolog jutott most eszembe, amit mondtál, hogy tudod, nekem szklerám van, szklerózis van. Hát ez is olyan. Egyik nap még meg tudom csinálni, majd egyszer csak arra ébredek, hogy nem tudok állni. Igen. Hát gyakorlatilag akkor ez egy afázia, fizikai afázia. Csak tudod, nem? Szörnyű. Lábam megvan, megismerem, ő tudja, hogy mit kéne csinálni, és mégsem tudja. De hát a szklerának pont az a lényege, hogy nem tudja, hogy mit kell csinálni, mert nem jut el az inger. De ő tudja, és agyamból megy az üzenet, ugyanezt csinálja, nem? És az agykutatás egyébként tart már ott, hogy lesz olyan módszer, vagy valami, hogy át tudják venni másik részek, hiszen azt mondják, hogy a töredékét használjuk az agyukapacitásának. Igen. Passz.
Akkor egy agykutatóval kéne beszélnünk, aki szintén passzolna szerintem, mert szóval, hogy körülbelül ennyit lehet elmondani. Én Bibliát olvashatok, az Györgyi. Akkor segít. Hogy... Én nagyon sok emberrel foglalkoztam, tényleg nem tudom megmondani, hány emberrel foglalkoztam. Attól függetlenül, hogy az afázia leírása ugye ugyanaz. Tehát mert motoros, szenzoros, szenzomotoros, amnesztikus, transzkortikális, és így tovább. Ennek ellenére mégis minden egyes afáziás más. Ennyi nevet kell kitalálni. Titkos agy. Rejtett. Hogy? Nem is tudom. Igen. Hát aki, ugye, aki nem rejtés. Ismeretlen. Igen, pontosan. Érdekes, hogy most is azt mondta, hogy rejtett, ami tulajdonképpen majdnem ugyanaz, mint hogy rejtélyes, vagy igen, hogy ismeretlen, ez a, csak egy picivel van arra. Hát ez a bizonyos parafázia. De közben biztos, hogy azt gondolta, hiszen az előbb is már ezt akart elmondani, és látszik egyébként a Jancsin az a pillanat, amikor tudja, hogy mit akar mondani, és mindig tesz egy ilyen mozdulatot, amikor majdnem ugyanolyan, tehát hogy ő pontosan tudja azt, hogy pontosan tudja, hogy... És szép. Jaj, igen. Köszönöm, sármos. Egy sármos. Mondj, Haszi, attól igen, nem kaptál le görcsöt, amikor megtudtad, hogy a Jancsi a te beteged lesz, vagy a te... Fölhívott patiensed, Janina. Igen. Hogy van igen, egy Kulka Janina, igen, meg van egy Kulka Frigyes. Hogy ez nem nyomasztotta-e, te nem kaptál le ettől rögtön görcsöt? Hogy nem, én nem kaptam görcsöt. Hát paciens, paciens. Hát örültem, tudod, én nekem mindig egy borzasztó nagy... öröm, hogyha, és ezt most őszintén mondom, ha tudok segíteni. És azt gondolom, és ne vegyétek nagy képűségnek, hogy tudok. És az nekem egy borzasztóan jó érzés, hogyha egy embert meg tudok szólaltatni. Hogyha egy ember, akit sokan nem értenek, meg szinte senki nem ért meg, és akkor mondom neki, hogy ez, meg az, és akkor mondja, hogy igen, igen, igen. És hogy ezt más nem mondta el, tehát ezt más így nem érti, mint ahogy én értem. Tehát ne, örültem, hogy János, hogy szóltak, mert fú, most ez baromi nagy képűen fog hangozni, de azt gondolom, hogy nem tudott volna más ennyit segíteni, mint én. Fú, nagyképű vagyok, nem, ugye? Nem baj. Nem baj, Szacsi, nem baj. Elfelejtettem. Elfelejtettem, pedig nagyon fontosat akartam kérdezni, hogy amikor te eljöttél a valamelyik, mert nem Pesten kezdtél. Nem, Miskolcon. És ott is mindenki gyászolta, hogy eljössz. Tehát nem úgy jöttél el, hogy azt mondták volna mögötted, hú, de jó, hogy elment végre. Hát szerettek. Hát, mert amiket igen, olvastam, hogy ki hogy szólt hozzád, a főorvosa, a neurológia, mindenki sajnálta, hogy elmész. Igen. Jársz vidékre is egyébként? Nem. Vagy ott nem. Vannak logopédus, nem, helyi logopédusok? Hát vannak. Tehát de nem tanítasz? Nem. És publikálsz? Publikálni szoktam, igen. Igen, publikálok. De hogy lehet ezt leírni, a tapasztalatokat, azokat igen, egy kicsit meg igen, szellőztetni? Hát igen, mondjuk van olyan is, ahol csak a szakmai dolgokat írom le, de hát van, amikor esetet is behozok, hogy volt előadásom, ott volt a Jancsi. Előadás, igen. Igen, és a vége... 20 perc. Igen, és a vége pedig az ő száma volt, ő énekelte a... Mit énekeltél? Na? Valahol Európában? Uh-huh. Élőben? Nem, hanem. Tehát az előadásnak az utolsó. Tehát voltak ilyen fotók, a YouTube-ról töltöttem le, természetesen. A zene az kell, gyakorlatilag ezzel zártam. Olyan érdekes volt, mert egyszer nálam volt a Jancsi vendégségben, vagy hát nálam volt, és föltettem a Hallelujának az alapját, és teljesen tökéletesen elénekelte, csak szégyenlősen. Hát igen, mert ugye azt is tudja, hogy ő ezt tudta. Tehát neki van egy tapasztalati háttere, hogy azért ő azt nagyon profi módon csinálta. És ugye azzal is tisztában van, hogy olyan profi módon tudja énekelni, vagy legalábbis a kételje. Tehát én azt gondolom, de ezt cáfold, vagy erősítsd meg, hogy nem tudja úgy, tehát az az érzése, ugye itt jelentkezik a deficit, hogy nem fogom tudni úgy elmondani, mint korábban, és nem akarom magam lejáratni. Nem.
Cáfolom. Figyú, azt szeretném megkérdezni, hogy mit segíthetünk például, nem segíthetünk, hogy viszonyuljunk ehhez a helyzethez, mi a környezet. Hiszen szerintem tök fontos az, hogy a Jancsival beszéljünk, hogy felhívjuk, hogy bármi, de az ember néha például ilyen óhatatlan, amikor látom, hogy lassabban gondol, hogy elkezdesz hangosabban beszélni, meg tök fölöslegesen, mert azt hiszen pontosan nem süket. Igen, tehát hogy mit tudunk mi csinálni ennek a dolognak az érdekében, és mindenki más, akinek még otthon ilyen hozzátartozója vagy barátja van. Tehát nem hangosabban kell beszélni, hanem lassabban. Lassabban és összeszedettebben, és ki kell várni, hogy nyugodtan elmondhassa. Tehát a beteg ne érezze azt, hogy neki most mondania kell, hanem nyugodtan, csak nyugodtan mondja el, mindig azt mondja, semmi baj nincs, csak mondja, és kivárom. Én akkor azt szoktam mondani, hogy hosszú. Nem baj. Tehát egyébként, ha abba hagyja, az se baj. Tehát gyakorlatilag semmi nem baj. Az a fontos, hogy beszéljen. És minden jó, amit mond. Csak beszéljen. Nem volt neked nehéz a családban csinálni ezt? Nekem az én édesapám 16 óra után meghalt. Akkor nehéz volt. Hát igen. De egy rendkívül jó intellektusú ember volt, és édesanyám felébredt, hogy édesapám hát az úgynevezett neologizmákkal beszélt, tehát neologizmának azt hívjuk, ami ilyen érthetetlen saláta szavaknak hívják ezt, és feküdt az ágyon, és leesett a jobb keze, és akkor a bal kezében felemelte jelezvén, hogy rosszul van, és ugye az éjjel volt, tehát akkor kihívták a mentőt, de hát olyan nagy kiterjedésű volt a agyvérzés. Ez a kis vagy nagy kiterjedés. Én egyszer láttam boncolásnál agyvérzett agyat, meg mint két gombos tűfej akkora. Tehát az ember arra gondol, hogy ezt ugye ellepi a vér, meg robban, meg minden. Kicsike-picike. Elképesztő. Igen. Úgyhogy neki egy nagy kiterjedésű volt, és hát jött a mentő, rohamkocsi, bevitték, kórházban biztos, hogy mindent megtettek, de hát van menthetetlen állapot, és az én édesapám menthetetlen volt. Hát hál' Istennek a testvérem, őnek egy szerencsésebb kimenetelő sztrókja volt, de neki is volt, úgyhogy... Nehéz, igen. Jó, de te ne kapjál sztrókot. Hát remélem. Vagy akkor mi fogunk téged tanítani impulzusokkal, Jancsi lesz, ha te találod. Jó, mindegy is. Te foglalkozol még avval is, hogy járjon tornázni, izégesse a kezét, vagy te csak a beszéddel? Hát a beszéd és az írás. Uh-huh. Az írást tartom még fontosnak, írásolvasást, illetve azt a technikát, ami egy ilyen kognitív folyamat, kiteszek kártyákat. És akkor ugye fokozzuk a kártyáknak a számát, lefordít, mindig addig nézi, ameddig akarja. Mindig addig nézi a beteg, ameddig akarja, és akkor lefordítom, és akkor meg kell mondani, hogy jönnek a kártyák sorba egymás után, hogy mi hogy van. Tehát, hogy emlékezzen. Ezt én sem tudom, ne viccelj, ez nem kell az érzés. Egyébként mindenkinek ajánlom. Mindenkinek ajánlom, mert rendkívül jól kondicionálja azt a területet, ami a megjegyzésért felelős. Na most ugye ebben az esetben az afáziásoknál azért nagyon jó, na most igaz ugyan, hogy rádióban vagyunk, de most itt mutatom, mert ugye itt nem innen jön akkor a beszéd, tehát nem a száj jön, úgymond, hanem innen, tehát fejből jön. Tehát vizualizálja a képet, és akkor ugye innen jön már a kép, amit ki kell mondani, úgyhogy ezzel a indirekt módon, de a verbális blokkot oldom. Tehát amikor itt van előtte, akkor nehéz, akkor először jön a blokk, de hogyha ugye vissza kell gondolnia, hogy mi is volt ott, akkor utána tudja mondani. Tök érdekes, és ez megy a Jancsinak jól? Hát neki rettenetesen jól. Körülbelül. Hát az a... Sznob vagyok. Szervusztok! Szervusz! Az is megy neki egyébként, tehát gyakorlatilag tud írni, olvasni. Ami neked nagyon jól ment, az az országos. Igen.
az az országos kártya. Tehát van egy olyan, nem is tudom, hogy mi annak a címe, annak a kártyának, és hát egy-egy országot, egy-egy országrészt, vagy földrészt lát a kártyán, és akkor, mit tudom én, mondjuk Olaszország, és akkor egy csomó minden rajta van, és akkor elkérem tőle, addig nézed, ameddig akarod, és akkor elkérem, és akkor mondd el, hogy mi volt a képen. Ez szenzációsan jól megy neki. Uh-huh. Megakadás nélkül, tehát amikor ugye vizualizálja, tehát emlékezetből kell mondani, de maga a kép segít abban, hogy old, tehát nem a verbális funkció az az elsődleges, hanem a vizualizálja, és a vizuális kép oldja ezt a blokkot, a verbális blokkot. Most nem látom, hogy mit írnak az emberek, de nyilvánvalóan, hogy azt fogják kínni, hogy téged hol találnak meg. Hú. Hát, mert nyilvánvaló, hogy egy csomó embernek nem úgy adatik meg ez a dolog, és akkor most mondja, hogy hű, akkor a papát mégis el kéne vinni, vagy hol találjuk meg ezt a misacinkat? Hát az interneten, hogyha beütik a nevemet, igen, és logopédus, aha, akkor szerintem megtalálnak. Jó. 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 Nagyon köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Szervusztok. Tök jó, hogy bejött egy csak köszönjük. Én külön köszönöm egyébként, én minden afáziás nevében köszönöm, hogy én itt lehettem, és hogy erről beszélhettem, és hogy segíthetünk nekik, hogy mások értsék, hogy milyen az ő helyzetük. Világos. Szuper. Köszönjük szépen. Sziasztok, hallgatók. Írhattok még nyugodtan, de felvételben voltuk, úgyhogy majd a jövő héten írjátok meg azt, amit most szeretnétek. Ciao. Tehát mi ezen a héten, jövő héten vagyunk. Györgyi, hagyd a csodába. Nyaralunk!